Hát sziasztok, én Zsegon vagyok, és itt vagyunk egy újabb csideóval. Ez egy sima kis survival lenne, de ne is húzzuk tovább a szót szerintem. Álljunk is neki szokásosan a... ...pavágásnak. Ez meg ki volt? Uha! Most elrabolunk. Ne! Hát ez nem igaz! Miért kell minden egyes alkalommal úgy ébrednem, hogy valami nem stimmel? Hát ez már lassan rendszeressé válik. És hol vagyok? Erre gyere, Zsegon. Hát nem tudom. Nagyon nem jó előérzeteim vannak, srácok. De nem igazán tudok más csinálni. Remek blokkokat nem tudok ütni. De Night Visionom az van, király. Erre gyere. Akkor jövök erre. Hát ez egy full üres kocka. Hova tűnt a bejárat? Hát, nagyon jó kilátásunk vannak. Hopp, hát ez meg micsoda. Elrabolunk. Zsegon. Közteket kell csinálnod. Életed végig. Sose fogsz szabadulni. Itt fogsz meghalni. Menj a kezdőpontodra. Az első feladat teljesítéséhez. Még találkozunk. Szia, Zsegon. Hát, srácok. Nagyon nincsenek jó kilátásaink. Ez meg hogy, meg mikor nyílt ki? Első feladat. Tölts fel földdel egy kis részt. Ezek a cuccok. Dört meg Áron. Hú, ezzel sem tudom kiütni a dolgokat. Hát nem hiszem el. De akkor minek kaptam? Most így tudok kimenni, igaz? És be is záródik mögöttem. Ez mennyire rossz már. Hát jó, akkor kezdjük el feltölteni. Mondjuk így. Csak jussak ki innen. Oké, hogy azt mondják, hogy nem tudunk kijutni, de gondoljatok bele, lehet csak azért mondják, hogy megfélemlítsenek, és ne is próbálkozzak. Na mindegy, egyelőre csináljuk azt, amit kérnek, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz még a jövő zenéje. Jó, szuper, ez a feladat készen is van. Ha-hó, lények, hol vagytok? Készen vagyok. 6.5 hours later. Na, végre megnyílt a második feladat. Ezt még nem tudom, miért nem raktam le, de most lerakom. Tudod, mi a dolgod? Kaptam egy oak saplinget és egy stone axe-ot. Hát ez szuper. Jó, hát akkor csinálok egy fafarmot. És most várunk. Hát, ez így, nem tudom, addig körülnézek kicsit. Hát, ha... Amúgy nem szóval, hogy nem találunk itt. Mondom, hogy megyünk kalandozni, még ez itt kinő, de... Ez eddig is ott volt. What a fuck? Lehet ez a kiút? Mi a? Ott vannak! Ott vannak! Jaj, de be nem megyek! De nem, miért nem mozdultak erre? Eltűntek. Ha-ho! Hát jó, akkor ezeket ellopom. Bezártak ide! Ne! Klausztrofóbiás, ők engedjetek! Ja. Na. Jó, ezt még meg kell tanulnom. Oké. Azt hiszem rájöttem a turpisságra. A fene egye meg! Jó, mindegy, szuper, akkor csináljunk most fafarmot. Csodálatos kis fa vagy te. Akkor vágjuk is ki szépen, gyönyörűségesen, okosan. Vágok pár fát, aztán akkor mindjárt jövök, srácok. Két alma, és egy darab sapling. Mindegy, lehetett volna rosszabb is, sőt, tudjátok, mit srácok, ezt ide lerakom. Hát akkor mindjárt jövök, addig vagdosok egy kis fát, itt legyen sok fánk. Na srácok, szedtem pár fát azért, meg kicsit így megcsináltam ilyen esztétikusabbra ezt a kis földrészt, illetve egy csomó almánk lett, úgyhogy most már nem fogunk éhezni, de azt vettem észre felvételen kívül, hogy nem záródnak vissza. Közben lett egy új feladatunk, harmadik feladat, építs egy házat, és kertet hozzá. És kaptunk egy csákányt, meg egy jeget. Miért kaptunk jeget?
Ez egy nagyon fura kérdés. Hát jó, akkor menjünk vissza, és akkor valamit kitalálunk. Ja, közben azt hittem kinőtt a fa, de ez még az előzőnek a lombja. Megint kinyílt valami. De ez nem ugyanaz. Na jó! Nem leszünk egyedül, kaptunk egy kis kedvencet, de mi van a chestben? Csontok. Meg tudjuk szelidíteni. Egy vödör láva. Azt hiszem kezd összeállni a kép, hogy miért kaptunk jeget. És egy némtek Durexi néven! Ez mekkora isten királyság már. Szerbusz! Fiam, most léci, kérlek, legyen elég két csont! Elsőre. Hát ez azért na, azért na. Nem jeleníti meg a nevedet, mi? Na szuper, mindegy. Gyere kiskutyám, gyere Durexi, gyere! Nem leszünk egyedül, srácok, hát van társaságunk, gyere! Menezáró, csücsülj le ide, és akkor itt leszel. Majd kérünk a csúnya lényektől fekete szint, hogy lejjen nyakörved, vagy nem tudom. Jó. És egyébként nem tudom, hogy vagytok veled, én ezeket elhozom, ezeket a cseszteket, hogyha már itt van végül is. Ha belegondoltok, miért nem megkaptuk, szóval én ezeket akkor most így ellopom, és akkor nem kell erre fát pazarolni. Na de! Azt néztem, hogy kaptunk egy jeget, meg egy vödör lávát. Szerintem cobblestone generátort kéne készítenünk. És azzal már tudunk rendes házat csinálni. Viszont most akkor felszedek pár földet, hogy ezt így ki tudjuk vitelezni, hiszen nem tudjuk kiütni valamiért a vaspadlót. Gondolom nyilván azért, hogy ne tudjunk kiszökni. Logikus lenne. Nem tudom, talán 12 elég lesz, és akkor most megpróbálom nem elcseszni, lehetőleg. Aztán úgyis meg kicseréljük kőre. Hogy is kell? Tehát akkor ide jön majd a láva. Ugye? Hú, de rég építettem, srácok, cobblestone generátort. Még ide leteszem a jeget. Kérlek legyen víz, kérlek legyen... Ah, zsír! És ide teszem a lávát. Assza, az nagyszerű! Zsír király. Jó, akkor ezt mindig ide. Sőt, ezt egyel rövidebbre elég szerintem. Nem, srácok, így is jó. Így se lesz obszidián. Reméljük nem lesz obszidián. És akkor kaptunk csákányt. Unbreaking 100. De jó ég, ezek nem normálisak. Így. Na és van egy jó kis cobblestone generátorunk. Hát akkor, srácok, most egy kis vágás következik ismét, amíg én itt szedek pár... Cobblestone-t. Egyébként, hogy tetszik ez a kis sorozatocska? Tetszik nektek, srácok? Igen, akkor iratkozzatok föl, és csapassatok egy likeót, aztán azzal jelzitek, hogy szeretnétek még ilyeneket. Mert én nagyon adom, nagyon élem egyébként. Ez ilyen misztikus, hogy bejöjjünk ide zárva, és ki tudja, milyen terveik vannak még ezeknek a két szújfa fejeknek velünk. Ezt te kutya meg a macska, na várjatok, itt ezt megszépítem. Na akkor mindjárt jövök, srácok, mindjárt egy pillanat. 2000 years later. Na srácok, mindjárt megvan egy stack, meg ugye mindjárt megmutatom, kicsit videón kívül megszebbesítettem ezt a cobblestone-t, generátort. De annyira rossz, mert kb. Minden második visszaesett a lávába, annyira jó lenne ide egy hopper vagy valami, itt vagy csomó vas, nem tudjuk kiütni. Na, ugye csomó helyet foglalt, meg ilyenek, de megcsináltam egy kicsit ilyen smartabbra, és akkor ez is sokkal jobban néz ki szerintem. Ugye srácok, szerintem ez is jobban néz ki, nem? Meg kevesebb helyet is foglal. Na, hát ezek a fák nem nagyon akartak nőni, de ahhoz képest, hogy kiszedtük ezt teket, meg ennyi követ, így... Ha, nem tört sokat a csákány, azt kell, hogy mondjam egyébként. De most akkor én ezt ide vissza is pakolom a földet. Aztán nekiállunk a háznak. Képzeljétek el, srácok, van itt egy köcsög légy a szobámban, és annyira fölcsesz, így köröz a fejem körül, és annyira idegesít, hogy én 2 percenként elmegy előttem, és nem tudom lecsapni. Meg a másik kérdés, hogy miért van február elején légy? Why? Ezt valaki magyarázza meg nekem. Mert én nem tudom épp észre fölfogni. És nagyon idegesít. Fú, de idegesít. Mondjuk így nem kell olyan nagy egyébként, mert ők is egy burokban élünk. De hogyha ezt kérték, akkor ezt kell csinálni, nincs mese. Írjátok le kommentbe, tudjátok mit? Meg még kártyát is csinálok, de kommentbe is írjátok le, hogy itt legyenek-e ablakok. Jó, az lesz a legtutibb. Hát ez így borzalmasan néz ki, de mindegy, legalább imitáljuk, hogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk bezárva. De szép kilátás. Ugye, srácok, csodálatos ez a kilátás. Ó, tehát ez milyen szép ház. Ilyen szép házot csak a mesékben látunk a Minecraftban. Ugye, srácok? Szerintetek is?
Ilyen szép, szép házat. Ezt itt kicserélem, ez nagyon otthonul néz ki. Ez az egész otthonul néz ki, de ennyi telik most tőlünk. Nem tudunk jobbat csinálni. Ez van eszköz szeretni, srácok. De legalább van 6 darab csontunk. Ugye Durexi, jó kiskutya vagy. Tudod mit? Gyere kiskutyám, gyere. Kuty, gyere, gyere. Nézd itt a csonti, gyere be. Gyere be. Jó, akkor nem gondoltam kell, hogy be kell, nem gondoltam volna, hogy be kell lökögetni a kövér seggedet. De ha visszamozdulsz öreg, akkor értem jó, hogy az egy te kis csücsi csücsölöd, de... Ha én már nem hallszom gyakran ezt a házat, akkor úgy, jó, akkor ugye az ablakban, mint a cicák. Értem én, hogy te kutyának születtél, de legbelül te egy kis cica vagy, igaz? Igaz? Igaz, Durexi? Hát, persze, ez természetes. Na.